Egy nagyon fontos és jól megértendő témakörhöz érkeztünk, ez pedig az Európai Unió létrejötte és működése. Elsősorban természetesen a működését érdemes jól megértenünk, hiszen az országunk Magyarország az Európai Uniónak egyik tagállama, és ilyen módon mi is az Európai Uniónak az állampolgárai vagyunk, és nagyon fontos, hogy megértsük azokat a folyamatokat, azokat a működési mechanizmusokat, amelyek az Európai Uniót jellemzik. Akkor nézzük először is, hogy hogyan alakult ki az Európai Unió. 1950 és napjaink között fogjuk most megnézni ezeket az eseményeket. Korábban beszéltünk már róla, hogy 1951-ben 6 tagállam létrejöttével megalakult a Montánu Unió, ez volt az úgynevezett Párizsi Szerződés. Ezek voltak a tagállamok, Franciaország, a Benelux államok, Nyugat-Németország és Olaszország. A következő lépése az európai integrációnak, az európai együttműködésnek, az az Európai Gazdasági Közösség megalakulása volt 1957-ben. Ez volt az úgynevezett Római Szerződés, amelyiknek a dátuma, meg az aláírásának a dátuma május 9-e is azóta az Európa nap, tehát Európa születésnapja tulajdonképpen. Az egész gazdasági közösségnek, országokat együtt kezelő gazdasági közösségnek az volt a fő célja, hogy biztosítsanak egy hatékony működést ezeknek az államoknak, tehát hogy ne egymás ellen vagy egymással párhuzamosan végezzenek különböző dolgokat, hiszen sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban lehet előre haladni, hogyha összehangolják a döntéshozatalt, és nem surlódások vannak az egyes országok között, hanem egymást segítő előrelépések. A gazdasági fejlődés volt a másik kitűzött cél, illetve hogy megvalósítsák Európa lakosai számára egyrészt a jólétet, másrészt pedig azt a biztonságot, amire már évszázadok óta vágytak. Tehát itt évszázadokon keresztül Európát háborúk jellemezték, tényleg akár a 16. századtól kezdve egészen a 20. század közepéig, és ennek akart egyszer és mindenkorra véget vetni ez az egységesülés, ez az európai integrációs folyamat, és természetesen ennek a velejárójaként képzelték el a megalkotói azt a jólétet, ami egy békés környezetből fakadhat. Az Európai Unió, mint államszövetség tényleges létrehozása 1992-ben történt meg. Ez volt az úgynevezett Maastrichti szerződés, és a belső határokat 3 évvel később törölték el teljesen. Ez volt az úgynevezett Schengeni szerződés, majd ezekről még lesz később szó. Az egységesülés következő lépése a pénzügyi unió, vagyis a pénzügyi egységesülés volt. Ennek a bevezetési időpontja pedig 2002 volt, amikor megjelent, és egy csomó országban egy kizárólagos használatra került az euró, mint az unió közös pénze. 2007-ben kötötték meg a Lisszaboni szerződést, ami tulajdonképpen az Európai Uniónak az alkotmánya, és ez alapján, az alkotmány alapján működik mai napig is az unió. Az integráció szót már többször említettem, ez az európai egység eszmének az egyik vezérgondolata. Hogy mit is jelent? Hát egységesülést, beilleszkedést, egybeolvadást. A cél tehát az, hogy Európa sok népe, hát itt tényleg nagyon sok népről, nem csak a 20 sok országról beszélünk, hanem országokon belül is különböző népcsoportokról, ezek képesek legyenek együttműködni, és egymást segítve, egy irányba haladva fejleszteni Európát,
Azért, hogy minden tagállamnak és minden egyes polgárának jó legyen. Tehát a cél az mindenképpen egy nagyon szép és nagyon követendő cél, tehát ez az integráció egyrészt ezt jelenti. Sokan félreértelmezik ezt a kifejezést, az integrációt. Itt nem azt kell ez alatt érteni, hogy elveszítjük a különbségeket, tehát hogy mindenkinek egy formának kell lennie, hanem azt jelenti az integráció, hogy mindenki a legjobbat adja bele a közösbe, és ezzel próbálunk előre haladni. Tehát nem a különbségek eltüntetéséről van itt szó, vagy az elmosásáról, hanem a különbségek felhasználásáról és úgy egybeolvasztásáról, hogy az mindenki számára pozitív és jó kimenetelű legyen. A területi integráció lépéseit látjuk most itt ezen a kis animáción. Látszanak a különböző évek, ahogy az országok egyre többen csatlakoznak, tehát 57-től kezdve szépen haladunk el 1995-ig ebben az ábrában, illetve 2004-ig. Most látjuk a 2007-es, 2013-as évet. A Schengeni szerződés a következő lépcsőfok, amelyik a határok lebontásáról szól. Az Európai Unió belső határainak lebontásáról. Schengen az egy luxemburgi kisváros, itt gyűltek össze az Európai Unió képviselői, illetve vezetői, és megállapodtak arról, hogy létrehoznak egy egységes övezetet, amelyen belül megszűnik a határellenőrzés Európában. Ez a térkép mutatja, hogy melyek azok az országok, amelyek a Schengeni térséghez tartoznak, sötétkékkel vannak jelölve. Az Európai Unió tagállamai természetesen, de nem csak és nem kizárólag. A Schengeni térséghez csatlakozott három olyan ország is, amelyik nem Európai Uniós tagállam, Izland, Norvégia és Svájc. Tehát ez a három ország is Schengeni tagállam, az azt jelenti, hogy a határaikon nincs határellenőrzés, szabadon lehet közlekedni az ország határokon át. A pirossal jelzett országok azok azt jelezték, hogy majd fognak egyszer csatlakozni, de még nem teljesítettek minden feltételt, és emiatt nem fogadta be őket a Schengeni államoknak a közössége, tehát Ciprus, Bulgária és Románia, illetve pillanatnyilag még Horvátország kívül van a Schengeni szerződésen, meg Írország és az Egyesült Királyság is, de hozzá kell tenni itt, hogy az Egyesült Királyság egyébként már kilépett az Európai Unióból, tehát őrájuk majd teljesen más szabályok fognak vonatkozni, de hogy pontosan micsodák, ez folyamatban levő tárgyalásoknak az eredménye lesz. Tehát a Schengeni szerződés lényege, hogy nincs határellenőrzés. Bármelyik határon keresztül lehet menni, nem kell útlevél, tehát nem kell úti okmányokat kiváltani ahhoz, hogy egy ember, egyik Európai Uniós polgár átmehessen egyik országból a másikba, és visszaállítani a határellenőrzést csak ideiglenesen lehet. Tehát csak bizonyos helyzetekben lehet olyat tenni, hogy mondjuk egy nemzetközi találkozóban, vagy valami olyan hatalmas rendezvény, ami mondjuk terrorveszély miatt fokozott ellenőrzést igényel, vagy netán egy járványveszély miatt lezárhatják a határokat, de ez csak ideiglenes lehet. Tehát a Schengeni szerződés kimondja, hogy Európa országai szabadon átjárhatók az Európai Uniós polgárok számára, és itt nagyon fontos, hogy a Schengeni szerződés szerint csak az uniós polgárok számára átjárható, illetve hát akik mondjuk turistaként itt tartózkodnak. Tehát nem akárki jöhet-mehet az országokon belül, hanem csak az, aki vagy uniós polgár, vagy pillanatnyilag éppen beutazási engedéllyel rendelkezik. Ennek az egésznek vannak előnyei és vannak hátrányai. Nyilván nagy előny, hogy a határokon nem kell sorba állni. A határokon gyorsan át lehet menni, tehát
sok órát, akár napokat is lehet spórolni azzal, hogyha mondjuk egy Spanyolországból Finnországig tartó úton végigszámolnánk, hogy minden egyes országban meg kellene állni a határon csak egy órát, akkor a legrövidebb úton is, mondjuk, hogyha Portugáliából indul, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 határellenőrzésen keresztül kellene mennie. Tehát ez rengeteg időt tud megspórolni az utazóknak, az áruk szabad áramlásának is. Hátránya viszont az, hogy például, ha valaki egyszer bejut az Európai Unió területére, akkor az azon belül akkor is szabadon tud mozogni, hogyha egyébként tilosban jár, tehát mondjuk beszökött az Európai Unióba. Úgyhogy hát mérlegelni kellett ezeket a dolgokat, de úgy ítélték, hogy a törvénysértések olyan kis számban vannak a pozitív eredményekkel, vagy a pozitív hozadékokkal szemben, hogy megéri ezt a lépést megtenni. Az integráció, tehát még egyszer egységesülés, beilleszkedést, egybeolvadást jelent, és létezik az Európai Uniónak az úgynevezett gazdasági integrációja is, ami már kiindult a Montan Unióból, amikor is megszüntették a belső vámokat. Ez azt jelenti, hogy egyik Európai Uniós tagállam, vagyis hát egyik Európai Uniós tagállam sem állíthat vámhatárokat egy másikkal szemben. Tehát bármelyik országból, bármelyikbe szabadon lehet az árukat vinni, mindenféle vámfizetés nélkül. Tehát, hogyha például egy külső országból legyen az Kína, Oroszország, vagy az Amerikai Egyesült Államok, megérkezik egy termék az Európai Unióba, azt egyszer vámkezelik abban az országban, ahova megérkezett, de onnantól kezdve már bárhova lehet vinni mindenféle további vámfizetési kötelezettség nélkül. A tőke szabad áramlása is a gazdasági integrációk témakörébe tartozik, a tőke, tehát a befektetésre szánt pénz. Vagyis az EU bármelyik állampolgára, bármelyik másik államban szabadon vállalkozhat, szabadon befektetheti a pénzét. Tehát én magyarként Portugáliában, vagy Finnországban, vagy Svédországban, vagy Olaszországban bármikor indíthatok egy vállalkozást, mindenféle külön engedély nélkül, illetve hát csak azok az engedély, vagy azok a törvények vonatkoznak rám, amelyek az adott ország állampolgáraira vonatkoznak. Tehát én mondjuk Olaszországban az olasz törvények alapján, de egyenlő jogokkal az olasz állampolgárokkal vállalkozhatok. Illetve a gazdasági integráció fontos lépése, a már említett közös pénz, az euró. A politikai integráció az megnyilvánul a közös intézményekben. Például létezik az Európai Uniónak egy közös parlamentje, egy közös országgyűlése, amelybe a különböző országok parlamenti képviselőket küldenek demokratikus választások útján. Tehát a politikai integrációnak, egységesülésnek ez egy nagyon fontos lépése, hogy van egy olyan döntéshozó szerv, amelyik az egész Európai Unió minden tagállamára vonatkozik. Vannak közös ügyek. A közös ügyek azt jelentik, hogy az egyes tagállamok bizonyos jogosítványaikról lemondanak az unió javára. Tehát vannak olyan ügyek, amelyekben mi elfogadjuk azt, hogy az összes tagállam együttes döntéshozatala a mi saját országgyűlésünk döntéshozatala fölé helyezkedik. Illetve a politikai egység eszmének vagy integrációnak a fontos lépése az egységes jogrendszer. Ha egy állam csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor a csatlakozáskor el kell vállalnia azt, hogy nem lesznek olyan jogszabályai, amik ellent mondanak az Európai Uniós jogszabályoknak. Ez borzasztó nagy munka, tehát sok évig tart, amíg ezeket a jogszabályokat egységesítik. Tehát, hogyha egy ország jelentkezik, hogy ő szeretne Európai Uniós tag lenni,
akkor 5-10 évig is eltarthat, amíg egyenként végignézik az összes jogszabályt, és egyeztetik, hogy az biztosan nem mond-e ellent az Európai Uniós jogszabályoknak. Erre azért van szükség, hogy nehogy előforduljon olyan, hogy van egy uniós jogszabály, és van egy országos jogszabály, és akkor ezek mást mondanak ugyanarról a dologról, mert akkor nem lehetne dönteni, hogy melyiknek van igaza. Tehát az országoknak egységesíteniük kellett a jogrendszerüket, amikor beléptek az Unióba. Nézzük, milyen alapértékei vannak az Európai Uniónak. Az egyik fő alapértéke az a szabadság. A demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság, illetve az emberi jogok. Tehát ezek az alapértékek azok, amelyek mentén gondolkozik az Európai Unió, tehát a döntéseket ezek mentén hozzák. Tehát, hogyha valamilyen szakkérdésben dönteni kell, akkor ezt vizsgálják meg, hogy ezeknek a pontoknak mennyire felelnek meg azok a javaslatok, amikről éppen dönteni szeretnének. Az Európai Uniónak a célja, hogy megvalósítsa Európa országainak a gazdasági és politikai közösségét. Tehát egyrészt azokat az értékeket, amelyeket itt az előbb felsoroltam, ezeket képviselje. Vagyis, hogyha bármelyik tagállamban ezek valamilyen módon sérülnének, amiket itt az előbb mondtam, például a jogállamiság, akkor az Európai Uniónak az a célja, hogy helyre billentse ezeket a hibákat, ezeket a félremenéseket, és akkor szólnak. Tehát megtörténik az, hogy figyelmeztetik az egyes országoknak a kormányát, hogy figyeljetek, nem jó az az irány, ami mentén éppen haladtok. És hogy milyen jogon teszik ezt? Hát olyan jogon, hogy az az adott ország valamikor a történelme során, itt az óra elején láttuk, hogy mikor csatlakozott ehhez az Európai Unióhoz, tehát ezeket az alapértékeket elfogadta. Onnantól kezdve természetesen magára nézve kötelezőnek tartja, és be kell tartania ezeket az alapszabályokat. Az Európai Unió célja, hogy a népek, akik beletartoznak az Unióba, ezeknek a jólétét előmozdítsa, biztosítsa. Az Európai Unió folyamatosan szeretne bővülni, és szeretné az egész kontinensre, tehát az egész földrajzi kontinensre kiterjeszteni a fennhatóságát. Láttuk, hogy mely országok tartoztak 1957-ben az Európai Unióhoz, a 6 montánuniós tagállam, 73-ban csatlakozott Dánia, az Egyesült Királyság és Írország, 81-ben Görögország, 86-ban Portugália és Spanyolország, 1990-ben következett be a német egységesítés vagy egyesítés, amikor Kelet-Németország gyakorlatilag beolvadt Nyugat-Németországba, és így Nyugat-Németország, mivel amúgy is az Európai Uniónak a tagja volt, magával vitte az Unióba Kelet-Németországot. 1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország csatlakoztak az EU-hoz, és az EU következő bővítési lépése 2004 volt, amikor 10 közép- és kelet-európai ország csatlakozhatott, a balti államok, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, illetve 2 szigetország, Málta és Ciprus. Ez volt 2004. 2007-ben Románia és Bulgária, és az utolsó lépésként, a bővítés eddigi utolsó lépéseként Horvátország 2013-ban csatlakozhatott az Európai Unióhoz. Sajnos, vagy hát hogy mennyire sajnos, ez majd ki fog derülni. Egy ország, egy jelentős ország, az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy ők távoznak az Unióból, mert a polgárainak
egy része úgy gondolta, hogy ez számukra kifizetődő lesz. A népszavazás kb. 52-48%-ban volt a független Egyesült Királyság mellett. Hogy ez mennyire jó, vagy nem jó, ez a jövő zenéje. Pillanatnyilag még a tárgyalások folynak az EU és az Egyesült Királyság között, hogy milyen feltételek mentén képzelik el a jövőt, hogy hogyan szeretnének majd a jövőben együttműködni az Unió és az Egyesült Királyság. Nem tudjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Természetesen magyar állampolgárok sokasága él az Egyesült Királyságban, akik számára nem mindegy, hogy mi lesz ezeknek a tárgyalásoknak a kimenetele. Tehát nem tudjuk még, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, majd érdemes lesz erre a témára később visszatérni. 2020 tehát az az év, amikor véglegesen és hivatalosan az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból. Az Európai Unió megfogalmazott 4 alapszabadságot. Az egyik ilyen alapszabadság a személyek szabad mozgása. Ezt szolgálja a már említett Schengeni szerződés, vagyis bárki bárhova szabadon mehet, de nem csak a személyi igazolvánnyal vagy útlevél nélkül való szabadon mozgás igaz az EU-ra. Tehát a Schengeni szerződésen kívüli Európai Uniós tagállamok, például Románia vagy Bulgária polgárai is szabadon mozognak az Európai Unióban, annyi különbséggel, hogy nekik kell vinniük magukkal a személyigazolványt, és a határon be kell mutatni. Tehát csak ennyi a lényeg, hogy határon megállítják őket, és be kell mutatni. A Schengeni országoknál nem kell a határon bemutatni az úti okmányokat. A szolgáltatások szabad mozgása, vagyis bármelyik Európai Uniós tagállam nyújthat bármilyen szolgáltatást egy másik országban, ez nincsen korlátozva. Egy szlovák vállalkozás Magyarországon működhet, és nyújthat szolgáltatást, de ugyanígy fordítva is, és nem csak egymás melletti országokról van szó, hanem az EU bármelyik tagállama, tehát Finnországtól Portugáliáig bármelyik között szabad a szolgáltatások mozgása. A tőke szabad mozgásáról is beszéltem már, vagyis hogy bármelyik tagállam, bármelyik állampolgára, bármelyik másik tagállamban szabadon fektethet be pénzt, és ott a tőzsdén vállalkozhat. Illetve az áruk szabad mozgása, ez pedig a vámmentességgel van kapcsolatban, tehát bármilyen termék, bármelyik országból, bármelyik másikban mindenféle további engedélyeztetés nélkül szabadon mehet, tehát hogyha az például egy termék az egyik EU-s tagállamban forgalomba hozatali engedélyt kap, legyen mondjuk ez egy gyógyszer, akkor az automatikusan mehet a többi országba is. Tehát ez például egy rendkívüli módon megkönnyíti a gazdasági fejlődést, hiszen nem kell mondjuk minden egyes tagállamban egy engedélyezési eljárást lefolytatni. Elég az egyikben, és akkor az összes többire ez érvényes lesz. A pénzügyi unió. A pénzügyi unió 2002. január 1-től kezdődött el, ez az euró bevezetésének a dátuma. Ezen a térképen látszanak azok az országok, amelyek tagjai az eurózónának, úgy nevezik ezeket az országokat, hogy eurózóna, illetve amelyek még nem. Kékkel vannak jelezve az eurózóna tagállamok, világos kékkel azok az országok, amelyek később csatlakoztak, illetve barnával azok, amelyek még nem vezették be az eurót, mint fizetőeszközt. Ezek között van Magyarország is. Itt látszik, hogy mely országokról beszélünk. Most az Egyesült Királyságot már nyugodtan ki is hagyhatjuk. Van a svéd korona, a dán korona, a lengyel zloty, a cseh korona, a magyar forint, a horvát kuna, a román lej, illetve a bulgár leva, amelyik még nem Európai Uniós, vagy nem euróval fizető ország. Hozzátenném, hogy amikor ezek az országok csatlakoztak az EU-hoz különböző időpontokban, akkor vállalták, hogy valamikor be fogják vezetni az eurót. Tehát
Ez nem egy olyan döntés, amihez szabadon csatlakozhat valaki, tehát hogy vagy akarja, vagy nem, hanem ez egy kötelező, csak az nincs meghatározva, hogy mi a határidő. Tehát, hogy pontosan mikor lesz Magyarország eurózóna tag, ezt most nem tudjuk, de az euró bevezetésének vannak különböző feltételei, amelyeket az országoknak teljesíteni kell. Ezeket hívják az úgynevezett Maastrichti kritériumoknak. Ezek közül az egyik az, hogy legyen alacsony az infláció. Ez azt jelenti, hogy az Európa három legalacsonyabb inflációval rendelkező tagállamának az átlagánál 1,5%-kal nem lehet több az adott ország inflációja. Ez pillanatnyilag Magyarország esetében valószínűleg teljesül, vagy egy kicsit vagyunk csak tőle följebb, de minden esetre ez megvalósítható. Alacsony kamatozású államkötvényeket kell kibocsátani, tehát ne az legyen, hogy az állam eladósodjon nagyon. Ehhez kapcsolódik egy másik is, hogy a költségvetési hiány, vagyis az, amit megterveznek, hogy mennyi bevétel van az országnak egy évben, és mennyi kiadása, a kiadások nem haladhatják meg 3%, a GDP 3%-ánál többel a bevételeket. Ez elég bonyolult közgazdasági számításokon alapszik, de minden esetre 3% alatt kell tartani a költségvetési hiányt. Az államadóság pedig nem lehet a GDP 60%-ánál magasabb. Ez azért érdekes most pillanatilag, mert gyakorlatilag az eurózóna tagok egyike sem tudja, vagy talán csak Németország tudja teljesíteni ezt a helyzetet, vagy ezt az állapotot, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy őket kidobják az eurózónából. Csak pillanatilag egyik ország sem tudna csatlakozni az eurózóna tagállamok közül a pénzügyi unióhoz, hogyha komolyan kellene venniük ezeket a Maastrichti kritériumokat. Nézzük meg az Európai Unió különböző hivatalait. Az egyik ilyen, vagy szervezeteit. Az egyik ilyen szervezet az Európai Parlament. Az Európai Parlament székhelye Strasbourgban van. Strasbourgról már többször volt szó, illetve nem is magáról a városról, hanem arról a tartományról, arról a régióról, ahol ez elhelyezkedik, ez pedig Elzász-Lotaringia. Ugye Elzász-Lotaringia az évszázadok során folyamatosan változtatta, hogy melyik országhoz tartozik, volt, hogy Németországhoz, volt, hogy Franciaországhoz, többször háború is tört ki Elzász-Lotaringia birtoklása miatt ezek között az államok között, és ennek a békülésnek, hogy megszűnt a német-francia ellentét, ennek a békülésnek a következtében, vagy ennek a demonstrálásaképpen helyezték pont Strasbourgba ennek az Európai Parlamentnek a székhelyét, de tudni kell, hogy mivel az EU többi szervezete jellemzően inkább Brüsszelben működik, ezért a parlament bizonyos időszakonként Brüsszelben ülésezik, tehát van Strasbourgi ülés is, meg Brüsszelben is ülése a parlamentnek. Az Európai Parlament tagjait az EU állampolgárai választják. Tehát minden egyes választójoggal rendelkező Európai Uniós polgár szavazhat az Európai Parlamenti képviselők választásán. 5 évre választják az EU-s képviselőket, összesen 751 tagja van ennek az országgyűlésnek, illetve nem is országgyűlésnek, hanem hogy uniós gyűlésnek az Európai Parlamentnek. Lakosságszám arányában van összeállítva a tagsága ennek a parlamentnek, viszont politikai pártokra kell szavazni. Tehát minden egyes ország a saját politikai pártjait indítja, és ezek a politikai pártok küldik el a képviselőiket az Európai Parlamentbe. Magyarországnak jelenleg 21 képviselője van, tehát 21 különböző párthoz tartozó képviselőre szavazhatnak az Európai Unió magyar állampolgárai.
Szlovákiának például lakosság arányában 13 képviselője van, ha Németországot nézzük meg, ott pedig 96 képviselő, tehát ez körülbelül a népesség létszámának megfelelő arány. Az Európai Parlamentnek a feladata, hogy olyan törvényeket, illetve hát rendeleteket alkosson, amelyek az összes országra érvényesek. Tehát az Európai Unió parlamentje van arra felhatalmazva, majd meglátjuk később, hogy pontosan milyen menetrenddel, hogy olyan törvényeket fogadjon el, amelyek minden egyes tagállamra érvényesek. Vagyis valamilyen szinten fölötte állnak ezek a rendeletek, törvények az egyes országok által létrehozott, megalkotott törvényeknek. Ezek a törvények csak akkor érvényesek, hogyha az Európai Tanács is megszavazza. Tehát majd ezt még egy kicsit részletesebben megnézzük, hogy pontosan hogy működik. Az Európai Bizottság elnökének, mármint az Európai Bizottság elnökének a személyének a jóváhagyása is az Európai Parlamentnek a joga. Az Európai Tanács javasolja, majd erről is beszélünk, hogy mi ez az Európai Tanács. Az Európai Tanács javasolja, hogy ki legyen az Európai Bizottságnak az elnöke, és hogy ténylegesen megválasztják-e, ezt az Európai Parlamentnek kell jóvá hagynia. Nagyon fontos, és nagyon különbözik az egyes tagállamok működésétől, parlamentjeinek a működésétől az, hogy az Európai Parlament törvényjavaslatokat nem kezdeményezhet. Tehát nem úgy, mint az egyes tagállamokban, hogy a képviselők, a parlamenti képviselők vagy bizottságok bizonyos törvényjavaslatokat megindíthatnak, itt erről szó sincs. A parlament, az Európai Parlament csak tárgyalhat ezekről a javaslatokról, és hogy milyen módon fogadja el, ezt mondom később. Másik nagy szervezet az Európai Parlament mellett az Európai Tanács. Ennek a székhelye Brüsszelben van, tehát az Európai Unió fővárosának tekintett belga városban, belga fővárosban. Az Európai Tanács elnökét 2,5 évre választják és bízzák meg. Egyébként a tanács elnökét maga a tanács választja. Jelenleg Charles Michel az Európai Tanácsnak az elnöke. Annyit érdemes tudni erről a 2,5 éves megbízatásról, hogy egy alkalommal meghosszabbítható, tehát összesen 5 évig töltheti be egy politikus ezt a tisztséget. A tanácsnak a tagjai az egyes tagállamok miniszterelnökeiből, illetve néhány tagállam esetében az államfőből áll össze. Franciaország és Románia például a köztársasági elnököt delegálja a tanácsba, Magyarország és az Európai Uniós tagállamok többsége pedig a miniszterelnöküket. Ezeken a politikusokon kívül a tanácsnak a tagja még a tanács elnöke természetesen, ahogy most említettem, Charles Michel, illetve az Európai Bizottság elnöke, erről majd még fogok beszélni, hogy mi is az az Európai Bizottság. Az Európai Tanács feladata, hogy az EU működésének stratégiai és elvi döntéseit kidolgozza. Hogy miért pont ők? Hát azért, mert a 751 tagú parlament, nyilván a 751 ember nem tud együtt gondolkozni hatékonyan. Már 21 néhány ember, tehát a tanács tagjai is nehezen tudnak együtt dolgozni, de minden esetre egy szűkebb testület sokkal hatékonyabb. Ráadásul az államfők és kormányfők ismerik a leginkább, legjobban az egyes folyamatokat, az egyes működési rendeket az adott országra nézve, tehát jogos, hogy ők azok, akik a végső döntéseket így meghozzák a tanácsban. Nagyon fontos, hogy az Európai Tanács egyik fő feladata a kompromisszumok kidolgozása. Tehát hogyan lehet megoldani azt, hogy a különböző tagállami érdekek, amelyek nyilvánvalóan ellentétesek tudnak lenni egymással, egy kis országnak mások az érdekei, mint egy nagynak, egy északi államnak mások az érdekei, mint egy délinek, és még az államokon belül is másféle felosztásokban különböző érdekellentétek jöhetnek elő. Tehát az Európai Tanácsban levő miniszterelnökök és
államelnökök azt próbálják megvalósítani, hogy a különböző javaslatok hogyan lehetne, a különböző javaslatokat hogyan lehet összegyúrni olyanná, ami mindenki számára elfogadható. Ezt nevezzük kompromisszumnak. És az Európai Tanács az, amelyik a jogszabályokat kidolgozza. Tehát amelyik végül is beterjeszti a bizottsághoz, vagy a parlamenthez a jogszabályokat. Tehát nem a parlament dolgozza ki a jogszabályokat, hanem a tanácsnak a feladata ez. A parlament már csak tárgyalja a jogszabályokat. Azt érdemes még az Európai Tanácsról tudni, hogy minden szakterületnek saját tanácsa van. Tehát van maga az Európai Tanács, és akkor ezen belül van még a külügyminisztereknek a tanácsa, a pénzügyminisztereknek a tanácsa, a kulturális minisztereknek a tanácsa, a belügyminisztereknek a tanácsa, tehát a különböző szakterületek miniszterei az egyes tagállamokból is külön kis tanácsokat alkotnak, és ezek készítik elő azokat a jogszabályokat, vagy jogszabálytervezeteket, amelyeket aztán később az Európai Tanács fog tárgyalni, és róla döntéseket hozni. A harmadik fontos szerve az Európai Uniónak, ez pedig az Európai Bizottság. Az Európai Bizottságnak a székhelye Brüsszel, és ezt a bizottságot tulajdonképpen tekinthetjük az EU kormányának. Ahogy van az egyes tagállamokban mindenhol kormány, tehát miniszterek, minisztertanács, ugyanúgy az Európai Bizottság tekinthető az egész uniónak a közös kormányának. Az Európai Bizottság feladata, hogy az EU-s költségvetést végrehajtsák, vagyis hogy elosszák az EU-s pénzeket. Minden egyes tagállamnak van valamennyi beadandó összeg, amit a saját költségvetéséből elkülönít és beadja az EU közös költségvetésébe, és az Európai Bizottság az, amelyik ezeket a pénzeket szépen szétosztja az egyes tagállamok között. Úgy vannak ezek a mechanizmusok kialakítva, hogy a szegényebb országok többet kapjanak, a gazdagabb országok pedig kevesebbet kapjanak vissza közösből, mindez azért, hogy a különbségek kiegyenlítődjenek. Tehát ez egy nagyon fontos feladata az Európai Bizottságnak, úgy hívják ez ilyen folyamatokat, hogy a kohéziós folyamat, az összecsiszolódásnak a folyamata. A tagállamok ellenőrzése is az Európai Bizottság kérdéskörébe, illetve feladatkörébe tartozik, tehát ellenőrizniük kell, hogy az egyes EU-s jogszabályokat betartják-e az adott kormányok, és hogyha nem tartják be, akkor az Európai Bizottság feladata az, hogy például kötelezettség szegési eljárást indítson az adott ország ellen, és ezzel figyelmeztesse arra, hogy hoppá, figyeljetek, itt nem jó irányba mentek, ezen változtatni kell. Tehát ezt nevezzük ellenőrzésnek, hogy betartják-e a kötelezettségeiket, illetve az Európai Bizottság alakítja vagy alkotja meg a különböző jogszabályoknak a javaslatait. És ezt átadják a tanácsnak, az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, hogy azok döntsenek róla. Tehát az előkészítést, a jogszabály előkészítést azt az Európai Bizottság végzi, és utána a másik két szerv, a tanács és a parlament azok, amelyek döntenek ezekről a dolgokról. De magát az előkészítést, azt mindig az Európai Bizottságnak a feladata. Az Európai Bizottság tagjai, legelőször is az elnöke. Az elnökét, az Európai Bizottság elnökét az Európai Parlament választja meg. Erről már a parlamentnél beszéltünk, hogy ez az egyik fő jogosítványa az Európai Parlamentnek, hogy a bizottság elnökének személyéről döntsön. Pillanatnyilag Ursula von der Leyen, egy német politikus az Európai Bizottságnak az elnöke, tehát most 2020-ban járunk, az ő megbízatása 5 évre szól, tehát akkor 2024-ben várható egy újabb elnök. Az Európai Bizottság az elnök alá beosztott biztosokból áll, és minden tagállam egy biztost ajánl.
Ezeknek a biztosoknak a megválasztása megint csak a parlamentnek a feladata, de hozzátenném, hogy az egész Európai Bizottságot a parlament választja, tehát a biztosokat is, és az elnököt is. Az egyes biztosok nem egyes tagállamokért felelnek, tehát a magyar biztos például nem Magyarországért felel, hanem mindegyik biztos egy-egy szakterületet, egy úgynevezett portfóliót kap az elnöktől, és a portfólióját kell teljesítenie, tehát nem az egyes tagállamok ügyeivel foglalkozik egy biztos, hanem azzal a szakterülettel, amivel őt megbízzák. 5 évre szól a biztosok megbízatása, és a parlamentnek, az Európai Parlamentnek tartoznak felelősséggel. Magyarország képviseletében jelenleg Várhelyi Olivér az európai biztos, tehát akit mi küldtünk, és az ő portfóliója, az ő szakterülete a szomszédságpolitika és bővítés. Tehát az egyes tagállamok egymás közti viszonyával, illetve újabb tagállamoknak az Európai Unióba való integrálásával kell, hogy foglalkozzon. Ez egy nagyon fontos szakterület. Pillanatnyilag az Európai Unió a Balkán-félsziget felé szeretne terjeszkedni, tehát Szerbia, Montenegró és Macedónia vagy Albánia felé. Úgyhogy mindenféleképpen ezek azok a területek, amikkel a magyar uniós biztosnak foglalkoznia kell, és nem pedig Magyarországnak az ügyeivel. Illetve hát Magyarország ügyeivel is csak annyiban, amennyiben a szomszédságpolitika, illetve a bővítés ide tartozik. Végül pedig most már láttuk az összes szervét az Európai Uniónak, illetve az összes fontos szervezetét az Európai Uniónak, és nézzük meg, hogy hogyan működik összefoglalva ez a jogalkotási folyamat. De ahhoz, hogy megértsük az EU-s jogalkotási folyamat működését, először tekintsük át egy tagállamnak, például mi esetünkben Magyarországnak a folyamatait, azért, hogy lássuk, hogy mi a különbség az EU-s jogalkotásban. Magyarországon jogszabályoknak a javaslatait vagy a kormány nyújthat be, tehát törvényjavaslatot vagy a kormány nyújthat be, vagy országgyűlési képviselők. Akár melyik országgyűlési képviselő a 200-ból beküldhet vagy beadhat az országgyűlés elnökének egy új törvényjavaslatot, amiről aztán tárgyalni kell. Nagyon fontos, hogy a benyújtott törvényjavaslatokat először az úgynevezett szakbizottságok véleményezik. Tehát a szakbizottságnak meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán lehet-e ebből törvény, hogy az országgyűlés plénuma a nagy ülés elé, a teljes ülés elé kerülhet, illetve hogy az egyes szakbizottságok, mondjuk oktatási bizottság, vagy kulturális, vagy egészségügyi, meg ilyesmi bizottságok támogatják-e, vagy nem támogatják ezt a javaslatot. Még a nagy országgyűlés elé kerülhet egy javaslat attól, hogy nem támogatja az egyes szakbizottság, de a végső döntést azt nyilván az országgyűlés plénuma, a teljes ülés fogja hozni. És ennek a végén, ennek a folyamatnak a végén a szavazás, vagyis a döntési jog, az az országgyűlés ülése, vagyis teljes ülése, a plénuma kezében van. Így történik meg a jogalkotás Magyarországon, ha megszavazza az országgyűlés többsége az adott törvényt, akkor utána a törvényt végre kell hajtani a kormánynak. Tehát a törvény végrehajtásának a feladata az a kormány kezében van. Ez a jogalkotási folyamat Magyarországon. Most nézzük meg, hogy az Európai Unió tekintetében ez hogy működik. Európai Uniónál láttuk, hogy a törvényjavaslatokat azt az Európai Bizottság teheti meg. A másik szereplő volt az Európai Parlament, a harmadik szereplő pedig az Európai Tanács. Ugye emlékszünk, hogy az Európai Tanácsnak a tagjai az egyes tagállamoknak a kormányfői, tehát például Magyarország kormányfője, meg más országoknak is a kormányfői, 20 sok tagállamból, most azért nem mondom, hogy hány, mert kilépett például az Egyesült Királyság. Ebből jön létre, tehát a miniszterelnökökből az Európai Tanács. Ez a 3 fő szerv, amelyik foglalkozik tehát ezekkel a kérdésekkel.
Az Európai Bizottság egy javaslatot tesz az Európai Parlamentnek, egy törvényjavaslatot, illetve pontosabban rendelet javaslatot, de ez most tulajdonképpen csak elnevezés kérdése. Tehát megteszi a jogszabály javaslatát az Európai Parlamentnek, az tárgyal róla, és továbbítja a javaslatot az Európai Tanácsnak. Attól függően, hogy hogy döntött az Európai Parlament többsége. Tehát ott is nyilván 50% plusz egy képviselőnek valahogy kell szavaznia, hogy az a döntés érvényre kerüljön. Tehát a javaslatot továbbítják az Európai Tanácsnak, amelyik szintén megtárgyalja. Most általában nem szokott első körben ez sikeres lenni, tehát vagy az egyik fél, vagy a másik fél nem ért egyet bizonyos kérdésben, itt indul meg az egyeztetés folyamata, vagyis az a kompromisszum keresési folyamat, amiről már korábban beszéltem. Elindul az egyeztetés, megpróbálják személyes megbeszélésekkel, lobbizással megbeszélni, hogy milyen szövegmódosításokat kellene végrehajtani az eredeti javaslaton ahhoz, hogy az mindenki számára, az EU-s pártok és az EU-s kormányok számára is vállalható és megszavazható legyen. Mindez a folyamat több körön keresztül folytatódik, összesen 3 körön keresztül folytatódhat egy ilyen egyeztetés. Tehát javaslat visszakerül a parlamenthez, aztán kikerül, és második olvasatban is szavaznak róla. Tegyük föl, hogy a második olvasatnak a végén az Európai Parlament már elfogadja ezt a javaslatot, az Európai Tanács meg még nem, akkor visszakerül a javaslat az Európai Parlamenthez, és akkor még egyszer tárgyalnak róla, megint elfogadják, és jön a harmadik olvasat, amikor még az Európai Tanács is beszél róla, és tegyük föl, hogy akkor most a harmadik olvasatnak a végén már az Európai Tanács is elfogadta ezt a javaslatot, tehát mind az Európai Parlament, mind az Európai Tanács rámondta az áment. Innentől kezdve a jogszabály, uniós rendelet kötelező érvényű lesz az egész Európai Unió területén. Ettől kezdve már nem kell a Magyar Országgyűlésnek erről szavaznia, hiszen automatikusan, amit az Európai Parlament és az Európai Tanács elfogadott, az érvényes minden egyes tagállamra. És ezeknek az uniós rendeleteknek a betartása, az EU-s jogszabályok végrehajtása, az pedig az Európai Bizottságnak, vagyis kvázi az Európai Unió kormányának a feladata. Most tehát áttekintettük az Európai Uniós döntéshozatalnak a folyamatát. Hát láthatóan nem egy egyszerű, egy elég összetett dolog, és az is látszik, hogy miért nem mennek a dolgok gyorsan az Európai Unióban, hiszen nagyon sok körön keresztül kell egyeztetni, de ennek a sok körös egyeztetésnek megvan az értelme, méghozzá az, hogy a végén egy kompromisszumos javaslat születik, és a kompromisszumoknak a lényege mindig az, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát az Európai Uniós döntések vége az általában az szokott lenni, hogy a lehető legszélesebb körnek, a lehető legtöbb tagállamnak és a legtöbb szervezetnek az igényeit megpróbálják kielégíteni. Emiatt tart ez a jogalkotási folyamat az EU-ban viszonylag hosszú ideig, és emiatt érzik úgy talán az Európai Uniós állampolgárok, hogy persze, hogy Brüsszelben csak a bürokraták, az irodisták fölveszik a sok pénzt, és nem csinálnak semmit, de az az igazság, hogy csinálnak, csak ezek a folyamatok nagyon sok időt vesznek igénybe. Természetesen az Európai Unió működése még ennél is sokkal bonyolultabb, de ez az a mennyiségű tudás, amire minden magyar és uniós állampolgárnak szüksége van. Tehát mindenki, aki szavazó polgár lesz, és majd szavaz az Európai Unió különböző választásain, annak ezekkel a működési mechanizmusokkal tisztában kell lennie.